Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, remélem jól vagytok, én ismét itt vagyok az én kiskonyhámba. Ma egy nagyon-nagyon egyszerű receptet szeretnék megmutatni nektek. Egy sütés nélküli nagyon-nagyon finom sajtortát szeretnék nektek mutatni. Mutatom lépésről lépésre, gyertek velem és akkor készítsük el együtt, oké? Akkor első lépésben megdarálom a kekszet. Egyszerű sima háztartási kekszet. Tudjátok, az adagok mindig le vannak írva a videó alatt. A kekszet összedaráltam teljesen lisztszerűvé, és ezt beleteszem ebbe a tálba, és akkor felmelegítettem a vajat, és hozzáadom. Jól összedolgozom, és közben én egy tortatálnak az alját kibéleltem sütőpapírral, hogy ne ragadjon hozzá. Összeállítottam a kekszet a vajjal, és akkor most beleteszem szépen a torta forma aljába. Célszerű egy kapcsos formát előkészíteni, mert akkor nagyon könnyedén ki tudjátok venni belőle a tortát. És akkor szépen körbe-körbe lenyomogatom, eldolgozom. Próbáljátok egyformán, hogy az aljam egyforma legyen, ne, hogy az egyik oldala 1 centis legyen, a másik pedig másfél vagy 2 centis, szóval ugye egyforma legyen. Szépen eldolgoztam simára, úgy gondolom, hogy mindenhol egyforma. Most beteszem a hűtőbe, addig, amíg a hűtőbe van, addig elkészítem a krémet hozzá, oké? Beleöntöm a tejszínt a robotgépbe, fölverem. Fölvertem a tejszínhabot, krémsajtot beleteszem egy tálba, egy keverőtálba, natur krémsajt, hozzáadok egy kis pohár vaníliás joghurtot, ezzel szépen kikeverem, szép simára kidolgoztam, látjátok, ilyen szép sima legyen, hozzáteszem a tejszínhabot, a barackoknak kivettem a magházát, természetesen, és akkor összevágom apró kockákra. 3 lap zselatint beáztatok a vízbe, már 2-t beletettem, ez a harmadik. Egy pici kis tejet megmelegítettem, és a zselatint, látjátok, mikor már szépen meg van puhulva, és akkor ki kell nyomni belőle a vizet. Így, és akkor a meleg tejhez adom, akkor szépen elkeverem benne, látjátok? Rögtön fel is olvad. Nem kell forralni a tejet, csak addig langyos legyen a tej, és akkor, hogy a zselé vagy zselatén, az teljesen elolvadjon benne. Látjátok, teljesen elolvad benne a zselatén, és akkor ezt fogom, és akkor a tejszínhab közé öntöm. Ezt az egészet szépen átdolgozom, és akkor rögtön lehet hozzátenni a friss gyümölcsöket. Egyébként ezt a tortát, ezt a sajtortát bármilyen gyümölcsből el lehet készíteni, ami nektek tetszik, amilyen nektek tetszik, az a lényeg, hogy friss gyümölcsből készüljön, ne befőttből. Nem kell tőle félni, hogy esetleg folyós egyáltalán, mert a zseli úgyis meg fogja fogni. És akkor most hozzáteszem a friss barackot. Isteni jó, nagyon finom illatok vannak már. Ez egy nagyon-nagyon finom torta, én ezt évek óta készítem. Különböző ízbe próbáltuk már, mindig nagyon finom frisseldei gyümölcsökből, vagy eperből, vagy bármilyen friss gyümölcsből, amiből csak szeretnétek. Mindennel nagyon-nagyon finom. Kivettem a formát a hűtőből, addig szépen megkötött. Most szépen fogom, és akkor rá halmozom, beleöntöm a formába. Ó, bomba, gyerekek, isteni. Szépen eligazítom. Nagyon jó terül, úgyhogy klassz, nagyon-nagyon klassz. Viszem a hűtőbe, és mikor megkeményszik, a zselatin megköt benne, akkor kiveszem a hűtőből, és akkor lehet díszíteni, oké? Ismét itt vagyunk, szépen megkötött a zselatin, nézzétek, abszolút nem mozog, fejre is lehet állítani, teljesen megkötött, de ugyanakkor megnéztem, nagyon jó puha és krémes. Van, aki lekvárral szokta lekenni,
úgy is lehet, de viszont lehet ilyen barackos zselét is készíteni a tetejére. Amilyen ízű süteményt készítetek, olyan zselét lehet készíteni, vagy pedig, amint az előbb mondtam, hogy lekenni egy réteg lekvárral, és akkor esetleg friss gyümölcsel kidíszíteni. Mi most úgy készítjük, hogy készítek egy kukorica keményítőből, egy zselét, egy gyümölcsös zselét, és akkor ez nagyon klassz lesz, nagyon-nagyon finom hozzá. Oké? Akkor a barackoknak a közepét kivettem, magházat kivettem, és akkor most nagyon-nagyon apró kockára felkockázom. Körülbelül egy olyan 4-5 darab barack jóhoz, vagy elég hozzá. De hát mondjuk attól függ, hogy mekkora a tortátoknak a átmérője. Lehet ezt alacsonyabbra is készíteni, de akkor a hab alacsonyabb lesz. Mi így szeretjük, hogy ilyen magas, akkor kisebb formába tettem természetesen. De ezt ti döntitek el, hogy milyen formába teszitek. Beletettem a kis fazékba a barackot, látjátok, nagyon-nagyon apróra vágtam össze. Akkor teszek hozzá most körülbelül egy 3 kanál teáskanál cukrot, legyen 4, és akkor adom hozzá a citromlevet. Egy kifacsart citromlevét öntök hozzá. Szépen összefőtt a barackunk, adtam hozzá a citromlevet, a cukrot, cukorízlés szerint, tudjátok, és akkor egy pici vizet lehet alá tenni, mivel ugye a barack nem ad ki olyan, a barack az ugye nem ad ki levet magából, így lehet hozzá tenni egy pici vizet. Most mi úgy szeretjük, hogy ne főjön szét a barack, maradjon egy pici roppanóság is, de ugyanakkor puha. Most kikeverem a kukorica keményítőt, és akkor hozzáadom. Körülbelül 2 evőkanál kukorica keményítőt beleteszek egy edénybe, és akkor adok hozzá egy nagyon pici vizet, csak annyit, hogy el tudjátok keverni, így. Így szépen eldolgozzátok, hogy teljesen sima legyen. Kislángra teszem a szószunkat, és akkor hozzáteszem ezt a étkezési keményítőt, és akkor szépen ez rögtön be fogja sűríteni. Látjátok, nagyon gyorsan, pillanatok alatt besűrűsödik, és akkor készen is vagyunk. Látjátok, nagyon-nagyon sűrű lett. Oké, és el is zárom a gázt. Hagyom egy pár percig itt picit kihűlni, és akkor ráteszem a tortánk tetejére. Félig hagytam kihűlni a zselés barackunkat, és most szépen ráöntöm a tortára. De azt vigyázni kell, hogy nehogy forró legyen, tudjátok. Langyosra kell kihűteni, és akkor mehet a hűtőbe. Oké, gyönyörű, szép, voilà. És mehet a hűtőbe. Oké, ciao. Elkészültünk ezzel az isteni finom cheesecake tortával, sajtortával, és most a díszítést megmutatom nektek, mivel hogy az alap kekszből van, így úgy gondoltam, hogy akkor befejezésképp legyen keksz a szélére. Barackleggyezőt készítettem, és akkor ráteszem ezt a pici kis levélkét. Díszítésként soha nem árt színekkel játszani, úgyhogy el is készültünk. Szerintem isteni, mi már megkóstoltuk itt a krémet, mi alatt készítettük, és a zselatint is ugye meg kell kóstolni, azt fontos megkóstolni a édessége miatt. Szerintem nagyon egyszerű, nagyon gyorsan el lehet készíteni, próbáljátok ki ti is, amíg lehet barackot kapni. Finom, édett barackot vásároljatok, és akkor pillanatok alatt el lehet készíteni. Nagyon-nagyon finom az íze, teljesen mint egy joghurtos fagyi lenne, úgyhogy mi évek óta készítjük. Isteni finom!